Legutóbb Velencei Építészeti Biennálé magyar pavilonjában találkozhatunk vele, mint a 12 kiválasztott, ikonikus budapesti modern épület egyikével. A SOSZ Modern sokaknál kiveri a biztosítékot, de egy város szerencsére bonyolultabb képlet annál, van benne régi és új, szép és jó, és sem az építészetben, sem a történelemben nem lehet évtizedeket kitörölni. Zuglóban vagyunk, a Tököli úton, történetesen egy neogót templom mellett, és 50 éve itt áll az Okis székház, a Magyar Iparszövetség székháza, a magyar brutalista építészet egyik vezérhajója. Ronda. Betonmonstrumok kilógnak a környezetükből, el kéne őket egyszerűen dózerolni. A konzervatív ízlésűek egyébként már 1931-ben is kommunistáztak, akkor éppen az azóta híressé vált Vasaréti úti ferences templom mérsékelt modernizmusa nem tetszett nekik. A mostani képzeletbeli frontvonal, különösen a várbeli bontások után, valahol a szocializmus késő modernjénél áll, ez ma különösen mostoha gyerek. Sokan még a déli pályaudvart is, mint aféle kommunista tömböt simán eldózerolnák. Szerencsére ez a székház a Tököli úton, ez sokkal szerencsésebben öregedett. Az Okis, ma már Magyar Iparszövetség épülete, 1971 és 73 között épült Mónus János tervei alapján, aki akkor az általános épülettervező vállalat építésze volt. Ugyan a telket a szomszédos, közel 70 méter magas katolikus templom és rendház telkének a megkurtításával állították elő, Mónus épülete nem térfalként jelenik meg, és nem is a neogótikus rózsafűzőr királynéja templom modern riválisaként. A tervező az akkor új épületet inkább elhúzta a historizáló templom közeléből a környező alacsonyabb villák felé. Az eredeti terv szerint és a korszellemnek megfelelően ide egy toronyház épült volna, de ezt a tervet Mónus János átdolgozta, és így lett ez az épület ilyen teraszosan elforduló és lépcsőzetes. Az 1973-ban átadott monolit vasbeton, de nyersbeton homlokzatú székház tervezésért egy éven belül Mónus János nívódíjat kapott. Mondjuk, amit az 1974-es Népszava betonba foglalt álomnak nevezett egy cikke címében, ma már kissé ironikusan hat. Ami tény, a brutalista építészet a II. Világháború után indult hódító útjára, és azért lettek óriás szürke betonbrutálok, mert a háború után lakás és középület igényt próbálták olcsóbban, nagy méretekkel és funkciókra koncentrálva kiszolgálni. Mára erősen másfelé és ellene fordult a korizlés és a korszellem, de ez a székház ma is példásan simult bele Zugló eklektikus történelmi villanegyedébe. Sok minden látszik innen, mert ebbe a képbe belefoglalható az új Népstadion, mögötte még ott van a Szecessziós Földtani Intézet, Lechner Ödön, a szomszédban pedig egy historista neogót templom, és ilyenkor általában azt szokták mondani ezekre a modern, illetve esetünkben brutalista épületekre, hogy nem tisztelik a környezetüket. De ebben az esetben az építész tudatosan figyelt erre, természetesen benne abban az eklektikus, kicsi kaotikus környezetben, az utcafrontról az épületet hátraléptette, és cikcakosan az emeleteket úgy forgatta el, hogy ezekkel a nagyobb teraszokkal több levegőt is kapjon. Egyébként a korra, és nem csak arra a korra, az is jellemző volt, hogy a kivitelező menet közben hogyan tervezte át önkényesen a ház több részét, illetve hogyan döntöttek olykor-olykor olcsóbb anyagok beépítése mellett. Ismerős, ugye? Pedig ennek is 50 éve. 50 éve épült, tehát természetes, hogy az avuló anyagai miatt ma már kissé avultnak is hat. De a szerkezete és külső képe ma is friss. Igaz, ma már egy irodafejlesztő sem engedne meg magának ilyen nagyvonalúan hatalmas teraszokat, erkélyeket, kihasználatlan felületeket. Az eredeti alumínium ablakokat egyébként részben amiatt kellett kicserélni, mert árnyékolták a mobilozást. Ugyanakkor a brutalista épületek nem csak unalmas betonmonstrumok, sok apró szerethető részlettel is szolgálnak. A 4 emeletes lépcsőzetes épületet úgy mozgatta meg a tervező, hogy a tömeg a legkevésbé érződjön, de ne is legyen túl mozgalmas ebben a nyugodt környezetben.
A homlokzatot például két anyag uralja. A fehér műkő, amit ezzel egy időben egyébként a kőfaragó vállalat a Dunaparti Interkontinentálnál is alkalmazott, és a sok üveg. Az Okis székházban viszont minden szinte az eredeti, és ez egyrészt maga a retro hatás, másrészt viszont ez 50 éve nagyjából így működik. Tehát például a bejáratnál a fehér márvány, amit vörös sütőivel kombinálnak, az egész épületen végighúzódó különböző faborítások, például itt is ebben a nagyteremben, meg a bőrülések, és persze a főszereplők középen a Paternosterrel szembeni lépcső, krómacéllal és szintén fa karfával. Az, hogy a városokban új épületek kerülnek a régiek mellé, természetes folyamat. Persze egy 50 éves ház már régi, vagy még új. Nálunk valahol a szocializmus késő modernjénél húzódik ez a kényes határ, ezért is van róla annyi vita. Az épületek viszont nem egyszerűen csak használati tárgyak, tetszik, nem tetszik alapon, hanem talán a leglátványosabb kulturális örökségünk. Ma már nyilvánvaló, hogy nem csak a régi várakat és historista palotákat kell megőrizni, hanem a közelmúlt építészeti emlékeit is. És igen, ebből a korszakból is vannak megőrzendő, azaz védendő épületek. Az Okis betonépülete jól öregszik, és ugyan már 50 éves, de a cizellált és lekerekített formái ma is szerethetővé és értékessé teszik.